Anthony Eden generációjának egyik legígéretesebb politikusa volt. 1955. április 5-én lett Nagy-Britannia miniszterelnöke, és alig 19 hónap alatt sikerült derékba törnie saját karrierjét, és tönkretenni országa nemzetközi tekintélyét a szuezi válsággal. Eden egész viselkedése nagyon rejtélyes, hiszen alapjában véve óvatos ember volt, és ekkor mintha mindenről megfeledkezett volna. Műsorunk mai adásából kiderül, hogy a szuezi válság időszakában Eden súlyos beteg volt, és nagyon erős szerek hatása alatt sikerült Nagy-Britanniát és a világot a válság szélére sodornia. Beszámíthatatlan államférfiak, Anthony Eden. Anthony Edenre ma már szinte csak egy dolog miatt emlékszünk. Az 1956-os szuezi válság katasztrofális kezelése miatt. Eden kísérlete, hogy brit csapatok vegyék át az ellenőrzést a szuezi csatorna fölött az egyiptomi kormánytól, kudarcba fulladt. Ráadásul tovább gyorsította a brit birodalom széthullását, hűvössétette a viszonyt a szövetségesekkel, s kis hián konfliktust robbantott ki a szuperhatalmak között. Őszintén szólva, Suez volt a háború utáni brit diplomácia legnagyobbak lövése, és nagyon sok embert a szuezi válság idegenített el Edentől. Pedig Eden korábbi életútjában nincs semmi előjele annak, hogy ilyen súlyos hibát fog elkövetni. Épp ellenkezőleg, kezdetben minden nagyon jól sikerült. 1923. április 19-én Warwick és Leamington konzervatív képviselőjévé választották. Mindössze 25 éves volt, Oxfordban végzett, az első világháborúban őrnagyi rangban szolgált, és a Somme csatában megkapta a katonai keresztkitüntetést. Ráadásul sugárzó személyiség volt, s nem utolsó sorban igen jóképű. Anthony Eden volt az egyik legsármosabb és legjobb képű férfi, akivel találkoztam. Olyan volt, mint egy filmsztár. Ő volt a tökéletes angol, külsejét, jellemét tekintve egyaránt. Udvarias volt és választékos. A sugárzó személyiség és a sárm kiváló politikai képességekkel párosult. 38 éves, amikor 1935-ben külügyminiszterré nevezik ki. Amikor a 30-as években kinevezték, ő volt az addigi legfiatalabb külügyminiszter. Még nálam is fiatalabban lett külügyminiszter. És hogy hű volt elveihez, azt jól jelzi, hogy nem támogatta a Neville Chamberlain megbékélési politikáját a két fasiszta vezetővel, Hitlerrel és Mussolinivel, és tiltakozásképp 1938-ban inkább lemondott posztjáról. Mivel nem értett egyet a politikai helyzet megítélésével, Eden külügyminiszter benyújtotta lemondását. Az ember véleményem szerint nem az államért van. Az állam van az emberekért. Edent nem csalta meg az ösztöne. És sok szempontból talán ez a lemondás volt élete legfontosabb lépése. Amikor 1939-ben kitört a második világháború, Eden ismét külügyminiszter lett. A háború idején Churchill lojális híve volt. Amikor Churchill 1951-ben újra miniszterelnök lett, Eden ismét megkapta a külügyminiszteri tárcát. Központi szerepet játszott azokon a nemzetközi tárgyalásokon, amelyek a hidegháború feszült időszakában a béke megőrzését célozták. Kötelességünk a nemzedékünk szolgálata és a béke megőrzése a világon. Amikor megjelent ezeken a nemzetközi megbeszéléseken, mindenki egyfajta vezetőként tekintett rá. És ő könnyedén magára is vette ezt. Jó humorral és olyan vezetői képességeket mutatva,
amilyennel a század egyetlen másik külügyminisztere sem rendelkezett. Az 50-es évekre teljesen nyilvánvaló volt, hogy Churchill utódja a konzervatív párt élén és a miniszterelnöki székben csak egy Eden képességeivel bíró személy lehet. De 1953 elején e biztos jövő megingott, amikor Eden egészségi állapota megromlott. Nagyon erős hasi fájdalmai voltak, ami, mint utóbb kiderült, epeköveknek volt köszönhető. És az epekő nagyon súlyos fájdalmakat tud okozni. Az epekő nagyon fájdalmas, ugyanakkor nagyon gyakori betegség. Az epehólyag olyan enzimeket tartalmaz, amelyek segítenek lebontani a zsírokat. Azt mondták neki, hogy az operáció során eltávolítják az epehólyagot, és talán azt is mondták, hogy egy hétig, 10 napig, esetleg 2 hétig kell kórházban maradnia, és 4-6 hét alatt felépül, de nem ez történt, a műtét nem sikerült. A műtét során elkövetett hiba a történelem menetét megváltoztató események láncolatát indította el. ra Eden külügyminiszterként példanélküli karriert tudhat maga mögött, s kijelölt utódja volt az akkor 88 éves Churchillnek a miniszterelnöki székben. Eden azonban egy orvosi műhiba áldozatává vált, amely tönkretette karrierjét. Az egyik asszisztens, bár nyilvánosan soha nem beszélt erről, elmondta, hogy hibát követtek el. És a bekövetkező események alátámasztják, hogy a műtétet végző sebész hibázott. Miközben a sebész megpróbálta eltávolítani Eden epehólyagját, véletlenül elvágta az epehólyagot a belekkel összekötő epevezetéket. Ez súlyos fájdalmakat okozott Edennek, és további műtétet tett szükségessé. Technikailag ez egy nehéz műtét, és nagyon súlyos, pontosabban lehet nagyon súlyos mellékhatása. Mivel a belek és a máj közvetlen kapcsolatban vannak, a baktériumok könnyen bejutnak a májba, és ott egy kolangitisnek nevezett gyulladásos betegséget okoznak. A kolangitis egy olyan májfertőzés, amely sárgaságot okozhat és időnként jelentkező erős fájdalommal és magas lázzal jár. A műtétet követően Eden katonai kifejezéssel nem járóképes volt, hanem nyomorék. 1953. júniusától Eden állandóan fájdalom és lázrohamoktól szenvedett. Nagyon legyengült. Az is kétséges volt, külügyminiszter maradhat-e, nemhogy Churchill örökébe lépjen miniszterelnökként. De az orvostudomány kiutat javasolt. Egy Benzedrin nevű gyógyszer formájában. A Benzedrin az amfetamin tartalmú készítmények közé tartozik, mint az illegális kábítószer, a Speed. Kis adagokban azonban az amfetamin jótékony hatású. Kis adagokban az amfetamin segít a fizikai problémákon, és energikussá tesz. Az emberek, ha fizikai fájdalmaik vannak, fáradtak, az amfetamin, ha kis mennyiségben adják, segít az ilyen emberek megerősítésében. A pozitív, stimuláló hatások a 40-es, 50-es években arról győzték meg az orvosokat, hogy az amfetamin csodaszer, ami sok bajra lehet orvosság. Akkor fedezték fel az amfetamint. Ez volt a 40-es, 50-es évek fordulójának csodagyógyszere. Akkoriban az orvosi szaklapok 30-40 különböző alkalmazásáról számoltak be. Abban az időben minden különösebb orvosi elővigyázatosság nélkül adták, nem úgy, mint ma. Az 50-es években nagyon lazán viszonyultak az amfetaminhoz. Ha az ember levertnek érezte magát, hamar segített a gyógyszer. Még olyan politikussal is előfordult ez, mint Lord Deeds, aki egy konzervatív párti konferencián mondandó beszéd előtt vett be egy amfetamin tartalmú gyógyszert.
Emlékszem, hogy nagyon nyomottnak éreztem magam a Bournemouth-i pártkonferenciára menet, és ráadásul még Duncan Sandys közölte, hogy valami belpolitikai ügy miatt nekem kellene előadást tartanom helyette. Nagyon rosszul éreztem magam, és az unokatestvéremnek, akinél laktam, volt egy ilyen drinamélja, egy baleset után kapta, és azt mondta, vegyek be egyet. És a beszéd szinte magától megíródott, és nagyon jól el is mondta magát. Eden nem az egyetlen politikus vagy diplomata volt, aki Benzedrin segítségével élt az 50-es években. Azonban más problémák miatt Eden Benzedrin függősége aggodalomra adott okot. Lehet, hogy kiváló diplomatának tűnt, de a felszín alatt olyan pszichés gondok húzódtak meg, amelyek csak családi hátterének alapos vizsgálatával tárhatóak fel. Anthony Eden 1897-ben született. Sir William Eden és gyönyörű társasági életet kedvelő felesége Sibyl gyermekeként. Apja temperamentumos, szeszélyes ember volt. E tulajdonságait többek szerint fia is örökölte. Lord Beaverbrook mesélte egyszer, hogy az apja a lépcsőn lefelé jövet, meglátta, hogy a falon lévő barométer szép időt mutat, miközben odakint éppen szakadt az eső. Megkocogtatta, de nem mozdult. Újra semmi. És olyan dühöngte el, hogy lekapta a falról és kihajította az ablakon, azt kiáltva, menj, nézd meg magad! És Lord Beaverbrook még azt fűzte hozzá, hogy ez ráillik Anthonyra, félig a bolond főúr és félig anyja örökeként egy gyönyörű nő. Ezek a jellemvonások, a lobbanékony természet és bizonyos fokú érzelmi instabilitás nem csak Eden magánéletében jelentkeztek. Egyszer egy brit diplomata azt mondta nekem, hogy Eden és külügyminiszter elődei között az a különbség, hogy Edennél mindig megvolt az esélye annak, hogy hozzád vág egy könyvet. És ez a temperamentum erős ellentétben állt a nyugodt, kellemes, művelt Eden képpel. Több volt, mint egyszerű személyiségütközés. Volt benne valami törékeny, és sokan vélekedtek így Edennel. Anthony Eden külügyminiszter fizikai fájdalmakkal küzd és érzelmileg labilis. És az 50-es években még egy komoly teher nehezedik rá. A miniszterelnök Winston Churchill esedékes visszavonulása és a várakozás, hogy ő lesz az utódja. Churchill mindig halványan utalt arra, hogy igen, te leszel az utódom, te vagy a koronaherceg, te még nem vagy felkészülve. Churchill szinte cukkolta, mint ahogy egy idősebb testvér frosztrizza a fiatalabbat. Mézes madzakként elhúzta az orra előtt a miniszterelnöki posztot, és Eden szemlátomást nagyon akarta. És azt gondolom, hogy egy sokkal stabilabb személyiség is beleőrült volna ebbe a helyzetbe. 1953. június 23-án úgy tűnt, hogy vége Eden szenvedéseinek. Churchill újabb szélütést kapott, visszavonulása halaszthatatlanná vált. De a dolog tragikusan egybeesett Eden amerikai útjával, ami a sérült epevezetéket helyreállító műtét miatt volt szükséges. A hatalomra kerülés elhúzódott. Amikor Eden visszatért Amerikából, és Churchillt még rosszabb állapotban találta, egyre jobban szerette volna tudni, hogy mikor veheti át a miniszterelnöki posztot. Azt hiszem, 4 alkalommal állapodtak meg konkrét időpontban, és 4-szer vonták vissza. És ez nagyon kemény dolog volt. Mindennapnyi várakozás arra, hogy Churchill lemondjon, növelte Eden bizonytalanságát és sértettségét. De 1953-as műtétje óta Eden rendelkezett azzal az eszközzel, ami visszaállította önbecsülését. Az orvosok által adott amfetamin nem csak a fizikai fájdalmat csökkentette, pszichésen is jó hatással volt rá. Azok az emberek, akik kis dózisban szednek amfetamint, magabiztosabbnak érzik magukat. Sokkal alkalmasabbnak érzik magukat a feladatok, főleg a problémák megoldására. Ez is növeli az önbizalmukat.
Edennek azért adtak amfetamint, hogy segítségével el tudja viselni a fájdalmat és a fáradtságot, amelyet betegsége okozott. De az ismerősei látták, hogy Eden önmagát gyógyszereli, amikor szükségét érzi, bevesz egy tablettát. Egyesek ezt belső bizonytalanságával is kapcsolatba hozzák. Sir Shagboro, aki Eden magántitkára volt, megdöbbent azon, hogy Eden a kis fekete pirulás dobozból milyen gyakran vesz magához tablettát. Emlékszem, Sir Shagboro azt mondta nekem, nem vagyok biztos abban, hogy jól tette. Hát, én sem. Mindig a végletekig feszítette a húrt. Mindig nagyon aggódó volt, már-már kicsit paranoid. Hisz annyi éven át dolgozott Churchill alatt, szóval politikai és személyes okok együttese jött össze. És egyszerűen az egész felrobbant, pont akkor, amikor elkezdte magának adagolni az amfetamint. 1955. áprilisában Churchill végül is félreállt, és Eden lett a miniszterelnök. Ez azonban nem vetett véget Eden bizonytalanságának. Churchill hagyatéka ugyanis folyamatosan nyomasztotta. Churchill után nem volt egyszerű. Nem irigylésre méltó feladat. Churchill árnyéka mindig ott lebegett Eden felett, és nem tudott megszabadulni tőle. Hogy legyen nagy államférfi, ha a legnagyobb örökébe kell lépnie? Hogyan legyen nagy az ember, ha a legszeretettebb, szinte mítikus nagyságú brit politikust kell követnie? És az volt a gond, hogy Eden mindig nagyobb szeretett volna lenni nála. És ez persze eléggé nyomasztotta is. Az újságírók és a politikusok nem titkolták, hogy Eden nem Churchill. Senki sem becsüli le a feladatát, hisz személyében nem egy olyan géniusz került hivatalba, mint az elődje. Ha Churchill nyomasztó árnyéka felerősítette Eden bizonytalanságérzetét, egy másik politikai kapcsolat tovább rontott a helyzeten. Az amerikai külügyminiszterrel John Foster Dulles-szal kialakított rossz együttműködés. Már 1954-ben egy genfi békekonferencián, amelyet Indokína jövőjéről rendeztek, odáig fajult a két férfi ellenségeskedése, hogy Eden dühösen kifakadt. Engem is elhívtak, hogy kísérjem el Edent a reptérre, és útközben erősen kifakadt, hogy ez a fickó, John Foster Dulles, milyen rémes alak. Azt hiszem, olyan jelzőket használt, hogy arrogáns, buta, érzéketlen. Ilyen szavakat a jelenlétemben még soha nem mondott egyik miniszter a másikra. Ez az ingerült viszonyulás Dulleshez persze elszállt, és amikor búcsút kellett mondani neki, akkor már újra nagyon udvarias volt. Az Eden és John Foster Dulles közötti ellenséges viszony azonban több volt, mint két ember küzdelme. Anglia erősen meggyengült a háború után. Ha az 50-es években Nagy-Britannia világpolitikai szerepet akart játszani, jó kapcsolatot kellett ápolnia az Egyesült Államokkal. Eden tehát hiába szabadult meg Churchill árnyékától, ott volt helyette az amerikai Egyesült Államoké. Azt hiszem, az, hogy Eden hosszú időn keresztül játszotta a másodhegedűs szerepét Churchill mellett, hogy aztán ugyanez a szerep várjon rá John Foster Dulles és az amerikaiak mellett, túl nagy teher volt egy olyan embernek, mint ő. Egy idő után az idegeire ment a dolog. Túl hosszú ideig tartott, és gyanakvóvá vált. Ha pedig a két dolgot összerakjuk a személyiség jegyeivel, már is feltehetjük a kérdést, hogyan segítsünk ezen. A válasz egyszerű. Benzedrin. Eden bizonytalansága Churchill-lel szemben még egy olyan területen is megnyilvánult, amelyet pályafutása korábbi szakaszában mesterien művelt. Ez pedig a külpolitika volt. Eden itt is bizonyítani akarta, hogy ő is van olyan, mint Churchill. Erős vezető, aki szükség esetén kemény is tud lenni. Emiatt a külpolitikai ügyekhez való hozzáállása is konfrontatív lett, és ezt a belső viszonyulását Edennek a benzedrintől való függősége csak fokozta. Churchill gondot okozott Edennek, mivel tekintélyét az emberekért való kiállásának köszönhette.
Ha Eden Churchill példáját követi, akkor valakivel keménynek kell lennie. A németek viszont erre már nem alkalmasak. A japánok sem. Ki lenne alkalmas? Egy ideig a ciprusi Makarios érsek töltötte be ezt a szerepet. Aztán meg Szaúd-Arábia királya. És 1956. júliusában Nasseren volt a sor. Nasser ezredes 1954-ben lépett színre Egyiptomban, miután egy vértelen puccsal megdöntötte a két éve hatalmon lévő nacionalista kormányzatot. Azelőtt Anglia egy korrupt egyiptomi monarchiát támogatott, amely cserébe hagyta érvényesülni a brit stratégiai és kereskedelmi érdekeket. Nasser nagyobb függetlenséget ígért az egyiptomiaknak, és így élvezte a nép támogatását. Eden ezért veszélyesnek tartotta. Eden azzal szerzett tekintét magának a 30-as években, hogy felismerte a fasisztákat és céljaikat. Igaza volt, amikor mindenki más tévedett. És most, az 50-es években úgy vélte, hogy Nasser hasonló veszélyt jelent. Egyenlőség jelet tett szerintem tévesen Nasser és Hitler, meg Mussolini közé. Pedig ez semmi sem indokolta, nem volt olyan hatalma, geopolitikai fontossága, mint Hitlernek vagy Mussolininek. Nem jelentett olyan fenyegetést Nagy-Britannia számára, pedig ő hasonlónak vélte. Eden Nasser ellenessége elképesztő volt. 1956. márciusában magához kérette Anthony Nutting külügyminisztert, és nagyon durva hangon leteremtette egy közel-keleti jegyzék miatt. Mi ez a hülyeség arról, hogy Nassert el kell szigetelni, meg semlegesíteni kell? Én elpusztítani szeretném, ezt nem lehet megérteni? Úgy tűnt, hogy az, hogy Eden egyre gyakrabban nem képes fékezni az indulatait, összefüggésbe hozható a benzedrin fogyasztással. Sem Eden, sem az orvostudomány nem tudott még arról, hogy az amfetamin napi szedéséhez hozzá tud szokni a szervezet. Ez okozta azokat a problémákat, amelyek miatt Eden karrierje derékba tört. Az amfetamin rendszeres, mondjuk napi szedése esetén gyakran előfordul, hogy ugyanannak a szintnek az eléréséhez növelni kell az adagot. Toleránssá válik a szervezet, és nagyobb adagot igényel, ami pedig magával hozza a nagyobb mennyiségű amfetamin szedésével járó krónikus komplikációkat. 1956-ban Eden már harmadik éve önállóan szedte a benzedrint, kitéve magát egy sor veszélyes mellékhatásnak. Hadd említsen példaként a mellékhatásokra az ingerlékenységet, a kedélyállapot hullámzását, például a normálistól a kicsit emelkedett hangulaton át egészen a depresszióig. De mindez még sokkal veszélyesebb következményekkel is járhat, az érzékelés zavaraival, paranoiával, amikor az ember szükségtelen, irracionális félelmek gyötrik a körülötte lévő dolgokkal kapcsolatban. Hozzájuthatott-e a szerhez? Jelentkeztek-e a szerrel magyarázható változások? És harmadszor, volt-e ennek hatása a hivatali működésére? Azt hiszem, Eden esetében mindhárom kérdésre határozott igennel válaszolhatunk. Eden olyan állapotban volt, hogy a baj bármikor bekövetkezhetett. A súlyos betegséggel küzdő miniszterelnök rendszeresen súlyos mellékhatásokat okozó tudatmódosító szereket szedett. Idővel lett volna esély arra, hogy meggyógyul, és megszabadul a benzedrintől. Az idő azonban ellene fordult, és 1956 nyarán Eden olyan komoly politikai konfliktusba került, ami kis hián atomháborúba sodorta a világot. Nagy-Britannia miniszterelnöke Anthony Eden már három súlyos bélműtéten esett át. Az amfetamin tartalmú gyógyszerek segítsége nélkül valószínűleg nem tudta volna ellátni a hivatali teendőit. Azonban, ha egy politikus fizikailag ilyen gyenge állapotban van, az komoly kockázatot jelent. A miniszterelnökséggel járó idegi megterhelés, a ráháruló végső felelősség kikezdi az ember fizikumát. És ha van valahol egy kis megingás, egy kis szervi baj, akkor ott rögtön jelentkezik. Hiszen nincs a napnak vagy éjszakának olyan órája, amikor ne jöhetne rossz hír, ne tör neki válság, amit el kell rendezni. Alig 16 hónapnyi miniszterelnökség után a válság valóban kirobbant,
a Suezi csatornánál. A Suezi csatornát egy angol-francia vegyes vállalat működtette 1869-es megnyitása óta. Maguk a britek pedig 1882 óta voltak jelen Egyiptomban, így biztosítva a birodalom politikai érdekeinek védelmét és azt, hogy a létfontosságú közel-keleti olaj eljut a csatornán át Nagy-Britanniába. 1954 után azonban Nasser nagyobb függetlenséget akart Egyiptomnak. Ennek érdekében 1956. július 26-án államosította a Suezi csatorna társaságot, amelynek tulajdonosa és működtetője ettől kezdve az egyiptomi állam lett. Eden eddig is gyanakvással kezelte Nassert, most azonban úgy vélte, erre a lépésre kormányának válaszolnia kell. Az angol válasz az államosításra gyönyörűen egyesítette a düh és a nevetségesség elemeit. Anthony Eden válságtanácskozásra hívta minisztereit. Sokan frakban, smokingban jöttek, fogadásokról, estélyekről. Eden pedig nagyon vehemensen kijelentette, hogy ez nem maradhat annyiban. Az egyik nyilvánvaló lehetőség a tárgyalás lett volna az egyiptomiakkal, s titokban a világ azt remélte, Eden él is ezzel az eszközzel. De 1956-ban Eden reakciói már kiszámíthatatlanok voltak, és egész viszonyulása Nasserhez és a kialakult válsághoz erősen függött a benzedrin hatásától. Amikor az emberek növekvő mennyiségben fogyasztanak amfetamint, és ráadásul nagyon feszültek, mert nehéz helyzetben találják magukat, akkor úgy érzik, etényezők felerősítik egymást, és ez vezet az érzelmi kitörésekhez. Az emberek sokkal érzékenyebbek, és gyakran kiszámíthatatlanabbak. Az államosításra adott reakciói arra utalnak, hogy fellépett az amfetamin túladagolás okozta paranoia. Azoknál, akik folyamatosan és nagy adagokban fogyasztanak amfetamint, jelentkeznek a paranoid tünetek. Tehát például nagyon gyanakvóak lesznek a környezetükre. Elkezdenek arra gondolni, hogy összeesküvéseket szőnek ellenük, felléphet ilyen viselkedésmódosulás is. Úgy viselkedik, mintha a Downing Street 10-et arab utcai harcosok támadták volna meg. Elég kiejteni Nasser nevét ahhoz, hogy szinte felrobbanjon. Pedig ez nem volt jellemző rá. Valamennyire mindig is ingerlékeny volt, de ez most felerősödött, és ebben szerepe volt az amfetaminnak. Anthony Edent, a valaha oly békés politikust most komolyan foglalkoztatta Nasser meggyilkoltatásának gondolata. 1956 nyarán a CIA egyik embere, Miles Copeland, Londonba utazott. Eden miniszterelnökkel kellett beszélnie. A miniszterelnök váratlanul azt mondta, miért nem lőjük le Nassert, vagy teszünk mérget a kávéjába? Copeland ránézett, és azt mondta, ennek egy oka van, miniszterelnök úr, Nasser testőrei. Mire Eden csak hümmögött. És sajnos a dolognak ezzel nincs vége. Az amerikaiak megtudták, hogy Eden mit mondott Copelandnek. És ettől kezdve nem azt hitték, hogy Edent félrevezették, hanem hogy egyre veszélyesebb, és talán kicsit meg is tébolyodott. Az amerikaiak annyira aggódtak Eden elmeállapota miatt, hogy Eisenhower elnök július 31-én üzenetben óvta őt az erő alkalmazásától. De Edent nem lehetett eltántorítani, úgy tűnt, hogy számára ez az egyetlen megoldás létezik. Hogyha alaposabban megvizsgáljuk az amfetamin hatásmechanizmusát, az segít megérteni az Eden agyában lezajló folyamatokat. A Cambridge-i egyetem kutatói egy ecélra tervezett számítógépes program segítségével vizsgálják, hogy a hosszú távú amfetamin túladagolás hogyan hat agyunk döntései és veszélyjellemző folyamataira. Eredményeik azt bizonyítják, Eden gondolkodása a benzedrin hatása alatt volt. Arra jutottunk, hogy a krónikus amfetamin használók nagyon rossz döntéseket hoztak, és ez összefüggésben volt azzal, hogy milyen hosszú ideje szedtek amfetamint. A krónikus amfetamin szedőkkel az történik, hogy valamiért rögzül bennük egy megoldási mód, és nem képesek más lehetőségek figyelembevételére. És ha a megoldásuk elé akadály gördül, akkor nem képesek a hatékony probléma megoldásra, ugyanis nem érzékelik a többi megoldási lehetőséget.
Így aztán, noha a külügyminisztere javasolt néhány békés megoldási lehetőséget, Eden számára az egyetlen kiút a szuezi válságból az erő alkalmazása volt. Azonban szembe találkozott egy problémával. Nagyon sok hadászati problémával járta a brit egységek közvetlen bevetése, de 1956. október 14-én végre adódott egy lehetőség. Két francia közvetítő kereste fel azt mondva, felléphetnénk békefenntartóként a csatorna zónájában. Eden persze megkérdezte, hogyan lehet békefenntartani, miközben elfoglalják a csatorna két partját. És mi van, ha az izraeliek támadják meg Egyiptomot? Kérdeztek vissza a franciák. Ha ők jelennek meg a partján, akkor be lehet avatkozni a nemzetközi béke érdekében. Hihetetlen javaslat volt. Izrael és Egyiptom 8 éve egyszer már háborúban állt, s ez a terv egy álháborút javasol, hogy Nagy-Britannia és Franciaország a béke őrzőjének szerepében visszaszerezze a csatornát. Az izraeli támadás lángba boríthatja az egész Közel-Keletet. Az angol-francia békefenntartás ilyen formában a nemzetközi jogba ütközött. Korábban ilyenről Eden hallani se akart volna. De Eden szellemi állapota valószínűleg ekkor már pontosan tükrözte egészségi állapotát. Hiszen október 5-én, alig pár nappal a terv benyújtása előtt, Eden kolangitisze olyan súlyosra fordult, hogy kórházba kellett szállítani. Sir Anthony Edennek súlyosbodott a kolangitisze. Ez egy komoly májfertőzés, ami sárgasággal, magas lázzal és fájdalmakkal járt. Éppen a feleségét, a második feleségét látogatta meg a University College kórházban. A feljegyzések szerint október 5-én 40 fok körül volt a láza, görcsök fogták el, és ő magának is pár napig a kórházban kellett maradnia. Ez a súlyos betegség persze alapvetően befolyásolta Eden szellemi állapotát. Igen, hát annak bizonyítéka van, hogy nagyon magas láza volt. Októberben említés van arról, hogy 40 fölött volt a hőmérséklete pont akkoriban, amikor kulcsfontosságú döntéseket kellett meghoznia. Nem lehetett képes koncentrálni, és valószínűleg nagyon ingerlékeny volt a kolangitis következtében. Úgyhogy azt hiszem, minden fizikai oka megvolt annak, hogy ne legyen képes a válsággal olyan alapossággal foglalkozni, ahogyan az tőle elvárható lett volna. Eden egy beteg és meggyötört ember volt a szuezi válság idején, de a fizikai összeomlás még nem volt minden. Eden már amúgy is hozzá volt szokva a rendszeres amfetamin szedéshez, és most egy súlyos nemzetközi válság közepette, a miniszterelnöknek minden eddiginél több oka volt a gyógyszeres doboz után nyúlni. Anthony Eden maga is elismerte, idézem, a szuezi válság idején szinte csak benzedrinen éltem. Az, hogy nagyon sok amfetamint vett be, nem javított amúgy is ingerlékeny természetén, és úgy vélem, hogy az alvás hiány, a láz, az amfetamin, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok amfetamin, szóval ezek így együttesen eltompították az ítélő képességét. Miközben a szuezi válság a csúcspontjára ért, Eden kollégái olyan tüneteket észleltek, amelyek oka csak az amfetamin lehetett. Egyesek szerint állandóan beszélt, mások szerint exaltált volt. A külügyminisztere Anthony Nutting 1956. októberében ezt írta róla. Olyan, mintha állandóan be lenne rúgva, pedig nem is iszik. Az amfetamin felgyorsít. Ezért is hívják speednek, mert felgyorsítja a reakciókat. És hatása alatt az emberek nagyon éretlenek a döntéseikben, túl gyorsan döntenek, és türelmetlenek a beosztottaikkal szemben. És ez nagyon rossz elegy. Úgyhogy én az egyik legveszélyesebb gyógyszernek tartom. Október 16-án Eden, anélkül, hogy előzőleg konzultált volna a kabinettjével vagy amerikai szövetségeseivel, titkos megállapodást kötött a franciákkal és az izraeliekkel. És 1956. október 29-én, 8 éven belül másodszor, Izrael és Egyiptom újra harcban állt. Most azonban Eden állt a dolog mögött. És azt hitte, hogy amikor 4 nappal később a brit és francia csapatok behatolnak Egyiptomba békefenntartóként, akkor pár nap alatt képesek lesznek visszaszerezni a csatornát és elűzni Nasser-t.
arról is meg volt győződve, hogy a terven nem látott át senki. Nem egyszerűen hazugság, hogy békét akarnak fenntartani, miközben segítik az izraeliek támadását, hanem nyílt hazugság. Mindenki pontosan tudta, hogy nem mondanak igazat. Szóval nem pusztán hazugság, hanem ostoba hazugság. A parlament fel volt háborodva és ellenezte az ügyet. Eden ellenes tüntetések voltak országszerte. 25 évet töltöttem az alsóházban, és soha nem láttam ekkora botrányt. És természetesen nem csupán az alsóházban kapott hangot az ellenkezés, hanem az egész városban. Sőt, az egész országban is. Eden a televízión keresztül próbálta elmagyarázni a briteknek, hogy mi történik. Minden pironkodás nélkül állította, hogy Izrael egymaga támadott, és Nagy-Britannia a békeőrzője. Aztán néhány nappal ezelőtt az izraeli csapatok behatoltak Egyiptomba. Vajon ez veszélyt jelentett? Vajon lehet ez egy a Közel-Keletre kiterjedő konfliktus kezdete? A kormány véleménye szerint igen. Szabályos összeesküvést szőtt saját kormánya és országa szövetségesei, valamint az Egyesült Államok tudta nélkül. Nagyon cinikus hozzáállás, amit Anthony Eden korábban soha nem tett volna. És hogy van mindez kapcsolatban az amfetaminnal? Hát elég világosan látható a törés ennek a férfinak a múltjában. Egy olyan megmagyarázhatatlan törés, amelyet egészen az amfetaminok hatásmechanizmusának feltárásáig senki nem értett. Vajon miért ment hirtelen végbe ez a Dr. Jekyll, Mr. Hyde típusú változás? Az amfetaminok kétségkívül mindenre magyarázattal szolgálnak. A helyzet súlyossága azonban túlnőtt Eden személyiség változásának problémáján. Mivel az oroszok Egyiptomot támogatták, az Eden-féle válságkezelés a két atomhatalom közötti konfliktus kirobbanásához vezethetett. Az oroszok állították, hogy készek akár csapatokat is bevetni Egyiptom védelmében, és küldtek egy ennél komolyabb fenyegetést is. Volt egy fenyegetés, hogy az oroszok, és ezt az angoloknak, franciáknak egyaránt címezték, szóval volt egy fegyverük, egy nagyon erős fegyverük, amelyet habozás nélkül be akartak vetni, ha a britek nem hagyják abba a dolgot. November 5-én a Szovjetunió nagy hatótávolságú rakétáinak bevetését ígérte, ha az angolok nem vonulnak vissza a Suezi csatornától. A brit titkos szolgálatok vezetői izgatottan latolgatták, vajon valós-e egy atomháború veszélye. Amikor odaértem a megbeszélésre, mindenki azt mondta, hogy csak blöffölnek. Persze nem mindenki értett ezzel egyet, és egy tévedés következményei iszonyatosak lettek volna. Tudtuk, hogy az oroszoknak van atomfegyverük, és hogy talán még használni is fogják. És mindenki az asztal körül elsápadt. Nagy-Britannia vezetőit megrettentette az orosz atomtámadás veszélye. Eden értelmetlenül felingerelte a szovjet szuperhatalmat, most pedig Amerika védelmére szorult. De az amerikaiak is ragaszkodtak az angol csapatok kivonásához Egyiptomból, és készek voltak vitatható módszerek alkalmazására is. Nyilvánosan adtak hangot komoly aggodalmuknak a brit-francia-izraeli akció kapcsán, és az ENSZ-el elfogadtattak egy tűzszünetre felszólító határozatot. A háttérben azonban megkezdték a valutapiacok manipulálását, és megtámadták a fontot. A briteknek viszont csak pár hétre elegendő gazdasági tartalékaik voltak. Az amerikai kormány tönkre tudta volna tenni a brit gazdaságot. Az amerikaiak ugyan ellenezték Eden-Suez politikáját, de a hidegháború időszakában nem hagyták volna cserben az orosz rakétákkal fenyegetett Angliát. Amikor végül az Egyesült Államok nevében Eisenhower elnök közölte Edennel, hogy mégis támogatják Nagy-Britanniát, és ezt minden lehetséges módon kifejezésre is juttatják, hogyha a szovjetek bármivel is próbálkoznának, akkor végre Eden is megkönnyebbülhetett.
De a támogatás csak a hidegháborús szövetségesnek szólt. Amerika ragaszkodott ahhoz, hogy Eden vonja vissza csapatait Egyiptomból. A megszállást követő napon, november 6-án a feldühödött Eisenhower elnök késő éjjel felhívta Edent, követelve a kivonulást. Az érzelmileg nagyon labilis Eden összeroppant a nyomás alatt. Könnyekben tört ki és beleegyezett a csapatok visszavonásába, azzal se törődve, hogy francia partnerei mit szólnak hozzá. Eden kiborulása magánviseli, a szakértők kifejezésével élve, egy amfetamin sok jellemző vonásait. Amikor valaki hosszabb ideig amfetaminnal él, a megnövekedett energia is csak véges. És hogy ilyenkor mi történik? Besokkal a hangulata nagyon látványosan megváltozik, és szinte elszállnak az energiái. Minden próbálkozás ellenére nagyon fáradtnak és depressziósnak érzi magát. Napokkal később Eden megjelent az alsóházban, az igen ellenséges képviselők előtt, és közel állt a teljes összeomláshoz. A karzatról néztem Edent, és megdöbbentem a külsején. A miniszterelnök fáradtan a helyére vánszorgott, a fejét hátravetette, a szája kicsit nyitva volt. A szemei vörösek voltak a kialvatlanságtól, és üresen bámulta a mennyezetet, kivéve amikor teljesen értelmetlen ürességgel az óra számlapját nézegette. Az amfetamin Edent az összeomlás szélére juttatta, a világot pedig majdnem háborúba sodorta. Azonban ez a megviselt ember még mindig miniszterelnök, és még mindig felelős a brit csapatok visszavonásáért a katasztrofális szuezi kalandból. November közepére világossá vált, hogy Eden katasztrofálisan kezelte a szuezi válságot. A parlament háborgott, a csatorna egyiptomi kezekben maradt, és a két szuperhatalom szembenállása kis hián világháborúhoz és gazdasági válsághoz vezetett. Eljött az idő, hogy Nagy-Britannia végre erős kezekbe kerüljön, úgyhogy Eden 1956. november 21-i bejelentése sokkolta az egész országot. Végtelenül sajnálom, hogy most kell elhagynom az országot. De mennem kell, mert orvosaim erre köteleznek. És ez a legrövidebb út a gyógyuláshoz. Biztos vagyok abban, hogy amikor visszatérek, jobb bőrben leszek, és folytatom a munkát. Eden orvosai, mivel aggódtak érte, Jamaikába küldték pihenni. De hogy egy miniszterelnök akkor menjen szabadságra, amikor még folyik a brit csapatok kivonulása egy háborús övezetből, ilyen még soha nem fordult elő. Azonban sokan azt állítják, hogy a jamaikai út nem egyszerű pihenés volt, hanem az orvosok szerették volna kitisztítani szervezetéből az amfetamint. Ekkor már a magánorvosa is azt mondta, hogy pihennie kell, hogy kell egy kis szabadság, ki kell szabadulnia abból a politikai közegből, ami a katasztrófát okozta. Összepakolták és elküldték Jamaikába azért, hogy távol legyen és csökkenteni lehessen az amfetamin szintjét. A válság és a szerek hatását nem lehetett egy szabadság ideje alatt kipihenni a napon. Visszatért a vakációról, napbarnítottan, tökéletes állapotban. Mégis feszültnek éreztem. Ő is azt mondta nekem, hogy ez még távolról sem tökéletes, és ez elszomorított. A szuezi válságnak mély és hosszantartó politikai hatása volt. Az ENSZ avatkozott közbe, és a csatorna fölötti ellenőrzés jogát Egyiptomra hagyta. A Suez körüli zavar lényegében a brit világbirodalom bukását is jelentette. Nagy-Britannia hírnevét súlyosan megtépázta a szuezi megszállás őszintétlensége és Eden hazugságai. Szégyenletes volt. Suez végzetes volt. Rossz volt a brit diplomáciának, és nagyon rossz volt a hírnevünknek. Hazudott a munkatársainak, a parlamentnek, elhallgatta terveit az amerikaiak elől, és az akció kudarcba fulladt, mert hamisításra, megtévesztésre, titkolózásra és legfőképp hazugságra épült.
lies. Mivel Nagy-Britanniát ilyen szégyenletes helyzetbe kormányozta, Eden karrierje ezzel derékba is tört. Egy hónappal a Jamaikából való hazaérkezés után lemondott a miniszterelnökségről, korábbi jó híre pedig Suez miatt oda lett. Hogyha Eden a tekintélye szempontjából igazán szerencsés lett volna, akkor 1955-ben meghal. Akkor úgy kerülhetett volna be a brit történelem könyvekbe, mint az a nagy vezető, aki megjárta a világháborút, s a háború előtt és után egyaránt a brit külpolitika meghatározó figurája volt, és aki mennyire jó miniszterelnök lett volna, ha nem ragadja el a halál. Tehát nem ez történt. Hatalomra került, és így jutott neki a szuezi katasztrófa. De azért nem szabad elfelejteni korábbi nagy érdemeit. Ha valakinek, aki az egész életét a közszolgálatának szentelte, akinek nincs semmi baja, egészséges és erős, és hát végül eljut oda, hogy... hát felajánlják neki azt, ami megkoronázza az életét, és ekkor kiderül számára, hogy beteg, mégpedig annyira, hogy nem tudja ellátni a hivatalát, ez olyan, mint egy görög tragédia. Eden a betegség áldozata lett. Ha nem beteg és nem válik amfetamin függővé, akkor legalább olyan jó miniszterelnök lett volna, mint amilyen külügyminiszter volt. Sajnálatos, hogy az utókor inkább a hibáira és tévedéseire, s főleg a szuezi kudarcra fog emlékezni. A magyar változatot a Mafilm Audio Kft. Készítette.